Alkonyi fényben fürdik Bátaszék, a levegőben izgalommal vegyes várakozás érződik, 32 facsemete és a hozzájuk tartozó névtábla kerül ma a helyére itt az Emlékezés parkjában. De vagy a Markó? Most Markó hagyod. Dobjad a könyvet így. Serényen segíti kistestvére facsemetéjének ültetését ez az aprócska fiú. Valahol neki is van már fája a városban. Bátaszéken 2011-ben önkormányzati kezdeményezésre telepítettek először fát az újszülötteknek. Gáspárné a zselykének ültettünk fát, és első baba nálunk, és hát ezt egy Facebookon láttuk az eseményt, és jó ötletnek találtuk, hogy egy ilyen emléket állítsunk neki, és mivel ma van akkor a születtek világnapja, akkor a baba volt, ezért egy lila szalaggal emlékeztünk erre. De hát akkor több dolgot is összehoztatok. Igen. Mikor született? 2018. 7. hó 7-én. És most hol van? Alszik a babakocsiban. Hogy éreztétek ma magatokat? Jól, jó. Kicsit levegőztünk, úgyhogy jól éreztük magunkat. Mi lesz a fának a további sorsa? Kijártok majd ide? Igen. Igen, itt lakunk nem messze, úgyhogy járunk majd. Nézzük, hogy növöget a fa. Ilyenkor november közepén, Erzsébet nap tájékán egyszer kijövünk, és az évben született babáknak, vagy akik korábban születtek, de valamiért elmaradt az a bizonyos faültetés, nekik ültetünk. Ezt tudni kell, hogy ide jelentkezni kell, tehát nem automatikus. Ide jelentkezni kell, a szülő eljön hozzánk, elmondja, hogy fát szeretne ültetni. Mi tájékoztatjuk őt arról, hogy azzal, hogy ő jelentkezik, és ezen részt kíván venni, vállalja azt, hogy ezt a facsemetét a későbbiekben ő gondozza. Ez egy nagyon fontos dolog, mert mi mindent a világon biztosítunk, de a fát nem mi fogjuk gondozni. És hát sajnos vannak facsemeték, amelyek időközben elpusztulnak, de nyilván nem mindig annak az okán, hogy esetleg a család nem gondozza, hanem mert hát otthon se sikerül minden elsőre, ha valamit elültetünk. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy a fát pótoljuk, és akkor újra lehet ültetni. Én emlékszem, hogy mikor én gyerekkoromban erre a placra jöttem, ahol most mi vagyunk, ez az év nagy részében víz alatt volt. És akkor ilyen pangó vizek voltak itt, ahol még békalencsét is gyűjtöttem annak idején a kacsáink számára. Aztán amikor megkezdték építeni azt a téglagyárat, ami sajnos most már jó néhány évvel ezelőtt bezárt, akkor a téglagyár bányájáról leszedett termőföld réteg az ide került feltöltve. Igazgató úr egyelőre úgy tűnik, mintha szabotálná a faültetést és befelé lapátolja a földet a gödörbe. Kiderül azonban hamar, hogy csupán a mélyedés túl nagy a fának. Én vagyok ehhez az akcióhoz most a legközelebb, tekintette arra, hogy az érintettek azok 200 kilométerre laknak. Az idősebb fiamnak a legkisebb harmadik leánya született májusban, kemény koncsek emese, és az ő emlékfája, vagy hát az ő fája lesz ez, amit most ide ültettünk. És hát tekintett arra, hogy a múlt héten itthon voltak, és minden héten nem tudnak jönni, hát most nem tudtak eljönni erre az ültetési akcióra, úgyhogy én vagyok, aki helytállok. Ma itt, ezen a helyszínen földbe került a 211. facsemete is. Ami neki nagyon örülünk. Mindenféleképpen fontos. Akkor is, hogyha ezek a kisgyerekek, ezek nem valószínű, hogy az életük nagy részében Bátaszéken fognak élni. Bár sose lehet tudni, adja Isten, hogy legyen úgy, hogy esetleg valamelyikőjük ide kerül Bátaszékre. De hát a szüleik azok mégiscsak Bátaszékről származnak, ők itt is születtek, tehát ők úgy gondolják, hogy ez fontos, és hát valahányszor eljönnek Bátaszékre, akkor mindig látogatást szoktunk tenni a fánál, megnézve, hogy éppen milyen állapotban van. Tehát ez mindig egy program a kisgyerekeknek, akár milyen időszak van, akár tél, akár nyár van, hogy megnézzük, hogy hogyan áll az ő fájuk, éppen hogyan növekszik, vagy milyen állapotban van. Én azt gondolom, a kötődés szempontjából fontos, de abból a szempontból is nagyon fontos, hogy ültessünk fát minél többet. Egy újabb hagyomány, kezdeményezés, esemény, nevezhetjük bárhogyan, aminek megvalósításán a Keresztély Gyula Városi Könyvtár dolgozói és a bátaszéki nagycsaládosok szívüket, lelküket beleadva dolgoznak.
Emlékezzünk csak a tavaly kiadott Csodálatos ízek, népek, receptek Bátaszék tűzhelyén című könyvre. Pár évvel ezelőtt Ságiné Ica ötlete alapján kezdtek bele a hatalmas gyűjtőmunkába és a receptek rendszerezésébe és kezelésébe a városi könyvtár dolgozói. Legalább olyan lendülettel és lelkesedéssel, ahogyan minden rájuk bízott programot megvalósítanak. Az összetartás és a közösség kovácsai ők. A mostani faültetés is jól példázza mindezt.